A Nemzeti Filmiroda döntése alapján megfelel a hazai művészfilmek kritériumainak Kálomista Gábor Gyurcsány filmje. Így a film megkapta az Artmozis besorolást, vagyis az ország összes multiplex és művész mozia is játszhatja. A Nemzeti Filmiroda azoknak a forgalomba kerülő filmeknek ad Art minősítést, amelyek művészi értékükkel hozzájárulnak a magyar, az európai és az egyetemes audiovizuális kultúra fejlődéséhez, vagy amit a bizottság oktatási, kulturális szempontból jelentősnek, magas művészi színvonalúnak ítél. A filmproducere néhány hete még azért fordult a nyilvánossághoz, mert szerinte a filmforgalmazók meg akarták buktatni a filmet. Nincs ebben valami pesti tévés, hogy a nyilvánossághoz fordulok, aztán ó, artfilmet csináltam? Szép. Mi a film címe amúgy? Elkszrtuk. Na ezt csak hallani szerettem volna, mert eddig mindig csak leírva lett. Elkszrtuk. Miért adnak a filmjüknek olyan címet, amit maguk sem mernek leírni? Nem lehet PR-eztetni, nem lehet, beszédtémává tenni egy műsorban, mert hogy mondod? Tudod, az a gyalázatos, hogy akkor álljanak bele, és adják neki azt a címet, hogy elkúrtuk, mert így hangzott ez akkor az öszödi beszédben, ezt skandálták a tüntetők a Kossuth téren, meg a Szabadság téren, akkor adják ezt a címet. Az egy legitim mondás. Vagy adjanak neki egy olyan címet, amit egyáltalán lemernek írni, amit egyáltalán kimernek ejteni, de tudod, ez a legbeszédesebb, hogy ők kérik a káromkodással járó mémesülést, mert hogy ez így mémesült, hogy elkúrtuk, és ők ezt aszociáltatni akarnak, de prűdek leírni, mert mi lesz majd, hogyha a nyugdíjasok, akik nem tűrik a trágárságot, azok majd megharagszanak emiatt. Kell a sejemkesztyű, amiben hozzáérünk ehhez a részhez. Igen, ez az ordas nagy demiszervhez. Igen, tudod, hogy itt két jó megoldás van. Az egyik az az, hogy adjanak egy olyan olyan címet, ami a prüdériájukat nem sérti. A másik meg az, hogy akkor tegyék félre a prüdériájukat, és akkor adják azt a címet, amit láthatóan óhajtanak adni ennek a filmnek. Csak akkor nem lehet, gondolom, a plakátokon megjelentetni, nem lehet vele. Igen, de tudod, de akkor így jár. Igen, de tudod, ilyen nincs. De az menő lenne, az egy művészfilm, amit nem lehet plakátokon rendesen meghirdetni. Akkor is van az első eleme, hogy miért kerül az Artmozi hálózatba. Tudod, hogy lesz belőle propaganda, hogy lesz belőle bevétel. Csak ezt tudod, így halálbéna. Most hogy beszélünk a filmről? Úgy kell beszélnünk róla, hogy a Gyurcsány film. Akkor viszont adhatták volna neki ezt a címet, hogy a Gyurcsány film. Értettük volna, hogy miről van szó. Hát a Gyurcsány, mint szitok szó, úgyis mindenhol minden tele van vele. Hát akkor lehetett volna egyszerűen csak az a címe, hogy Gyurcsány. Vagy összöd. Nem lett volna elég jó. Igen, csak tudod, ennek a filmnek van egy nagyon-nagyon alacsony költségvetésű, nagyon béna, végtelenül amatőr, ócska előzmény filmje. Ez az Elment az Öszöd című film, ami még a öszödi beszéd kiszivárgása, meg az azt követő zavargásokra rá pár évre készült, nagyon kis költségvetésből egy rémületes pojáca játsza benne a Gyurcsányt. Ilyen értelemben... Hiteles, csak tudod, még súlyosbítva van valamivel, amiből az alapérték is túl magas volt. Az szégyen teljes, az Elment az Öszödés, és úgy gondolom, hogy ők is úgy gondolják, hogy most, hogy rászakadt az Orbán kormányra a nemzeti vagyon, immár 12 éve, meg tudják ők ezt valósítani sokkal nagyobb költségvetésből, sokkal nagyobb kiállításban, sokkal profibban, egy külföldi rendezővel, tehát azok szerint, a referenciák szerint, amik szerint egy jó film úgy ki tud nézni. Sok és most láthatóan ez volt a terv. Igen, ez volt a terv. Most nyilván közbe jött az előválasztásnak az eredménye, mert itt most azért viszonylag nehéz gyurcsányozni, hogy Márki-Zay Péter egy hétig telepofával gyurcsányozott. Erre még szerintem a film marketingje, és pláne nem a címe, az nem reagált. Nem. De hát ők nem így képzelték, tudod, hogy úgy voltak, hogy vagy megnyeri a Gyurcsány felesége, vagy megnyeri a Karácsony Gergely, aki a Gyurcsány egykori beszédírója, és nagyon-nagyon régi fegyvertársa. Tehát a Karácsony és a mögötte álló Gyurcsány az egy átélhető narratíva volt. A Dobrev Klára mögé meg el se kell képzelni a Gyurcsány, mert ő a Gyurcsány felesége, tehát itt semmi összeesküvés elméletre nincs szükség. Na de így, hogy Márki-Zay Péter, az egykori fideszes, hódmezővásárhelyi polgármester, aki párttámogatás nélkül az elit ellenében indult el. De cseppet se okoz nekik problémát, hát szemrebben és nélkül cserélték le a Karácsonyt Márki-Zay figurájára ezekben a reklámfilmekben, és azok, akik ezt valóban
szajkozzák, meg elhiszik, azoknak ugyanúgy nem fog gondot okozni, hogy most egy másik ember. Igen, de én azt gondolom, hogy ez nem a tartós megoldás. Ez az ideiglenes megoldás. Most valamit azokkal a hirdető... Ott vannak a hirdetési felületek. Ezeket a hirdetési felületeket ki kell tölteni valamivel, mert ki vannak fizetve. Stop karácsonyt már nem lehet mondani. Stop Dobrevet már nem lehet mondani. Akkor a stop Gyurcsány mellé kell valami, és akkor gyorsan összecsapták neki erre a célra ezt a stop Márki-Zay, stop Gyurcsány kampány, de hogy ez valójában, ez nincs átgondolva, ez nem a Márki-Zayra lett írva, ez most egy rögtönzés. És most úgy gondolom, hogy ez a feladvány, hogy erre most mit mondanak, most ezzel szemben, hogy az a fideszes hívja ki őket, aki nem akar lopni, meg nem akarja magát bebetonozni a hatalomba, erre mi a mondás, mert erre a gyurcsányozás hát nem lesz elég. Gyűjtik az aláírásokat. Valami, igen, tovább. Gyűjtik tovább, mert benne, most már benne kell maradni, nem szabad kiszállni belőle, mert gyengeséget nem szabad mutatni, és a Fidesz így gondolkodik. Egyébként a DK is így gondolkodik. De az én úgy gondolom, hogy ez most túl nagy feladvány lesz a Rogán Antalnak, meg a G. Fodor Gábornak. Szóval, hogy ez nem az ő kreativitásuknak szánt feladvány. Én azt gondolom, hogy a Habony Árpádot vissza kell hívni. Mert ezt a problémát, ezt nagyjából ő tudja kezelni. A közvélemény Grabowskit követeli. Nem, szerintem a Fidesz választmány Grabowskit követeli. Én hadd kérdezzem meg, és majd ezt újra értékelem ezt a kérdésemet, amikor megtekintettem ezt a filmet, mert megtekintem. Megfogad? Igen, érdekel nagyon, hogy emlékeztek, hogy amikor nem önkényes évadot csináltunk, hanem a jó, a rossz és a nézhetetlent, akkor általában azért így az áléba mentünk moziba, de voltak olyan filmek, amiket meg akartunk nézni, amik árt mozihálózatban mentek, mint a Láthatás, vagy nem tudom, lehet, hogy a Lucky. Mi az? Tehát megvan az élményem, hogy mik azok a filmek, amiket ott tekintettem meg. Meg fogom kapni ezt a mondjuk egy ilyen pszichodrámát mögött, hogy teljesen átélem ennek a feszültségét, akár nyilvánosságra hozói oldalról, akár az egykori miniszterelnöknek a lelki világáról, egy ilyen Mihály Hanekei feszültség épül majd bennem. És hogyha jól csinálták meg a filmet, akkor lehet. Na igen, vagy pedig elképesztő jó CGI effektek vannak, és nem tudom, amikor elborul az agya egy szereplőnek, akkor egy ilyen pszichedelikus világba kerülünk, és az, hogy teljesen átéled a moziban. Érdemes IMAX-ben nézni egyébként. Nem fogsz ilyeneket látni. Nem fogsz ilyeneket. És én nem is nagyon tudok olyan példát mondani, hogy egy politikai kurzus megrendelt egy filmet, mert a választás eredményét azzal akarta befolyásolni, és hogy az a film az jó lett, vagy nézhető lett. Nem nagyon tudok ilyen példát. Egyébként meg van-e bármi köze a Bombondal szövegíróinak ehhez? Mert ha ezt, hát amikor megpróbálod ezt így elbábozni, hogy elkrrtuk, vagy elcsillagtuk, vagy ugye oda bármit betehetsz, elkártuk, mert a csillag az ugye tetszőleges számú karaktert jelöl. De tudod, ő azért rak x-et. Más hangzót is tehetsz. De tudod, ő azért rak x-et, mert ez összefüggésben csillagot áll a szavazással. Csillagot tesz. Én úgy tudom, hogy X-et tesz. Én úgy tudom, hogy X-et tesz. X-et tesz, mert a, ugye a választási csalás, meg a választási választási visszaélés asszociatív terében van a szimbolika az X. Azt akartam mondani, hogy amikor ezt fonetikusan kimondod, az olyan, mint a klingonul beszélnél, mintha egy idegen faj próbálna kommunikálni egy 70-es években készült magyar tévészcifiben, vagy hát egy 90-es években készült magyar tévészcifiben. Xenia Láz. Ja. Szerintem az X ebben a filmcímben azt jelenti, hogy Xenia, úgy mint Benoît B. Mandelbrot nevében a B azt jelenti, hogy Benoît B. Mandelbrot. Kálomista Gábor, a jövő választás eredményért felelős filmproducer. Ja, szegény. ő azon siránkozott még pár hete, hogy politikai okokból próbálják elsüllyeszteni a filmet, elzárni a nézőktől az öszödi beszéd időszakát feldolgozó új produkciót. Én csak arra vagyok kíváncsi, hogy kik ezek, akik a 11 és fél éve kétharmados Orbán uralom alatt álló Magyarországon politikai okokból elsüllyesztenek egy produkciót, amit Orbán Viktor a mozikban hát akar tudni. Na de kik? Tehát George, kik kaptak itt, ilyen hatalmat? Kik ezek a meg nem nevezettek,
akikre Kálomista Gábor is így utal, hogy el akarják süllyeszteni. Tudjuk, hogy a háttérhatalom, tudjuk, hogy a gyík emberek, tudjuk, hogy George Soros. De hogyan? Hogy szerzett? Itt ez a döntő kérdés. Orbán Viktor Magyarországán kétharmados Fidesz uralom alatt immár lassan 12 éve. Hogy szerezhetnek ezek a mocskok, ezek a hazaárulók, ezek a görények olyan hatalmat, hogy itt azt a produkciót, ami híven be akarja mutatni az öszödi beszéd időszakát, ezt a produkciót, amit Kálomista Gábor szívét, lelkét és magyarságát bevetve megalkotott, ezt ellehetetlenítsék, elsüllyesszék. Kik ezek? Hol vannak és hogy nem fér hozzájuk Orbán Viktor kétharmados uralommal? Van egy elméletem azért, hogy mégis kikre gondolt, hogy azért az egy nagy hálózati mozik, azok külföldi kézben vannak, tehát itt mögé lehet sejteni a hollywoodi tőkét mondjuk az ő részéről, ha mumust keresünk. És viszont az ártmozi hálózat a Budapest filmhez tartozik, annak nem tudom milyen a tulajdonosi szerkezete, de tartok tőle, hogy hát így lett művészfilm. Így lett művészfilm az Elkszrtuk. Lehet, hogy így, vagy ezért. Így. Vagy hát megnézték, és azt a... Ezt kérem művészet. Mitől művészfilm egyébként egy művészfilm? Attól, hogy páran kijönnek, és azt kell, hogy mondják, hogy én értettem? Vagy van benne hosszú valami posztmodern rész? Hosszú kötött sárban kell megnézned. Aha, tehát körbe nézel a közönségen, és ha... Ja, és tudod mitől? Hogy nincs szíved pattogatott kukoricát enni hozzá. Hát de ki az, aki tudna egy jó ízűt nyelni egy ilyen film közben? Amikor nyilvánvalóan izgul, mi fog történni, mi lesz a főhőssel. Van egyébként egy ilyen anti-tautológ jellege ennek a kifejezésnek, hogy művészfilm, mert ezek szerint a film maga nem művészet akkor. Persze látunk erre számos példát, de mégiscsak egy összművészeti alkotás. De én azt gondolom, hogy az a művészfilm, amit nem megtérülési szempontok alapján gyártanak. Tehát az a én szerintem ez a döntő különbség. Az a művészfilm, aminek a készítése során, a forgatókönyv megalkotása során, a szereplők kiválasztása során, a szereplők utasítása a film megrendezése során nem az első hétvégi bevételek, meg nem a jegypénztárak, meg a videókölcsönzők bevételeire gyúr az alkotó, hanem egy művészi víziója van, és azt követi. Ezt tudom, hogy ez nem objektív. Tehát a szándék. Tehát ilyen módon ettől ez objektíven. Ettől még kereshet vele sok pénzt, meg előfordulhat egy ilyen aranymálnás film, ami a Travoltának volt egy ilyen sci-fi, ilyen minden idők egyik legrosszabb filmje. Nyilván ott a cél az volt, az hogy a legyen. Az a szientológia egyháznak a hivatalos világnézete. Volt az ott, a film? Az a film, igen, amiről beszélsz. Parádi. Igen, szóval, hogy azt a szientológia egyház finanszírozta, és azért játszott benne a John Travolta, és ott ő egy ilyen szientológia mitológiában egy ilyen főgonoszt játszott benne. Szóval, hogy nyilvánvaló, hogy van egy csomó olyan film, ami művészfilmnek készült, nem érdekelte se a forgatókönyvírót, se a rendezőt, se a producert, a bevétel a jegypénztáraknál, és aztán lett belőle egy nagy kultfilm, és lett belőle egy nagy pénzügyi siker. De attól még művészfilm, mert nem a megtérülés céljával készült. És nyilvánvalóan van egy csomó olyan film... Hát akkor ez az. És van egy csomó olyan film, ami... Hát ez nem a megtérülés céljával készült, Robi, hanem a üzenetet akar átvinni. De a megtérülés... Hát nem pénzügyi megtérülés, hanem politikai, közhatalmi megtérülés. Tehát, hogy arról van szó, hogy itt nem a pénztáraknál kell, hogy megtérüljön, hanem a szavazóurnáknál kell, hogy megtérüljön a filmbe befektetett esztétikai minőség. Helyezzük itt el a megemlékezést arról, hogy egyébként ezt a sztorit azért érdemes összefoglalni. Én egyébként azt gondolom, hogy ezt érdemes felidézni, csak hát élek a gyanúperrel, hogy ebben a feldolgozásban, amit a Kálomista Gábor előad, ebben a feldolgozásban ez nem objektíven lesz megmutatva, hanem úgy, ahogyan ez a Fidesz érdekeit szolgálja. Tehát nem lesz mondjuk megmutatva az egész sztoriból az a rész, ami mondjuk adott esetben terheli a Fideszt is. Hogy aminek a vonatkozásában a komplett elit felelős. Ugye? Mert hogy itt ez valójában 2006 egy
politika, a komplett politikai osztállyal szembeni lázadás volt. És a Orbán Viktor ebből úgy jött ki, hogy hát ez valójában egy Gyurcsány elleni lázadás volt, és ezt ő, ezt, ennek az energiáit ő becsatornázta a fülkeforradalmába 2010-re. De akkor és ott 2006-ban ez a komplett politikai osztályból való kiábrándulásnak az élménye és mozgalma volt. Más kérdés, hogy Orbán Viktor ezt politikailag hogyan térítette el a maga javára. Ha ezt színvonalasan akartad volna bemutatni, akkor a House of Cards készítőinek kellett volna már bejelentkezni erre külföldről, de nem már, jöttek de, meg. De ők az a helyzet, hogy ők ezt a történetet már megalkották. Ez az egész Ferenc és Klára története, választási csalással, meg helycserés támadással, meg minden részletével a sztorinak el van már beszélve.